Sziasztok, ez itt a Bögre legújabb Total War végjátszásának legelső epizódja, és a Total War Saga Troy-jal fogunk játszani, ez a játék most jelent meg, szerintem nem kell róla sokat magyarázni, valószínűleg nektek is megvan, ha kicsit is érdekel, hiszen ingyen be lehetett húzni az Epic Games Store-ról egészen tegnap délutánig. Hogyha ezt nem tettétek meg, akkor nem tudom, akkor az para. De nem baj, majd jön biztos Steamre is, és akkor ott meg lehet, ott meg kell majd venni nyilvánvalóan. Ebben a sorozatban, amit ma kezdünk el, ebben a trójai oldal helyett az ákiai oldallal fogunk játszani, mert úgy gondoltam, hogy sokkal érdekesebb lenne mondjuk eljutni Trója ostromáig. Nem biztos, hogy eljutunk oda, de én szeretnék eljutni odáig. Úgyhogy a dánaánok közül egyértelműen kell választanom, és arra jutottam, hogy Agamemnon és Menelaus, aki aranyosabb meg minden, meg Agamemnon elvileg könnyű, de legyen egy kis érdekesség benne. Úgyhogy én Achilles-szel fogok játszani ebben a végjátszásban, már csak azért is, mert Achilles az egyik legikonikusabb figura az egész sztoriban, úgyhogy fun. Ő ugye mindig elfelejtem, hogy hívják, Frügiának hívják, valami P betűs az országa. De ez sehol nem írja. Ott van. Ftia. Oké, ezt nem fogjuk sokat mondani. És innen indulunk talán a legészakibb, sőt egyetlen a legészakibb start a dánaánok oldaláról. Mit kell róla tudni? Living Legend. Ugye, aki esetleg látta a bemutató videóimat a különböző frakciókról, az pontosan tudja, hogy Achilles milyen különleges játékmechanikákkal rendelkezik. Aki nem, az pótolja, mert tök jó videók és tök hasznosak, és büszke vagyok rájuk. Úgyhogy ezt szerintem át is ugorhatjuk, már csak azért is, mert magában a játékban is meg fogjuk majd nézni. Living Legend. Le kell győzni a kihívókat, és Hot-Blooded Achilles, azaz különböző kedvváltozások fognak végbe menni rajta és vele. A hadsereg tekintetében nem elérhető a hősök közül számunkra a Warlord. Ez nem tudom, mit jelent igazából, de a Warlord nem elérhető. Recommended playstyle. Achilles' roster is focused on great speed and maneuverability, as well as versatility in battle, and has the largest number of faction unique units. Tehát magyarul, nagyon nagyban épít a sebességre és a manőverezhetőségre, nagyon sokrétű a serege, és a legtöbb különleges egységgel rendelkezik. Ezek pedig Thessalian Marines, ami tök jó damage-et csinál, a morálja egész jó, armorja gyakorlatilag nincsen, viszont gyors. Charge bónusz, speed, azt mondja, hogy gyors, én nem mondanám gyorsnak, de mindegy is. Viszont expert in flanking, ami azért lehet fontos, mert a flanking őrült fontos ebben a játékban. Mivel lovasság gyakorlatilag nincs, ezért a gyalogság flankinggel fogjuk oldalba támadással, oldalba kapással fogjuk megoldani ezt a kieső, vagy ezt a hiányt, ezt a felmerülő problémát, és ezért ez nagyon hasznos lesz, hogyha ez tényleg tud ellene valamit kezdeni, főleg, hogy egyébként a damage az egész jó. Mikor jól nézem, akkor bonus versus large, érdekes, mert spear infantry, aha. Mit tud még? Ez nyilván forestben el tud bújni, és stuck. Can move hidden in any territories. Az sem rossz. A charge bónusz lehetne jobb, de ennyi. Aztán van egy Aegean Runner, ami a játék szerint, ugye az előző volt light, experts in flanking, charger is swift-footed. Miközben a charger-t azt én megkérdőjelezném, bár tény, hogy a 32-es charge bónusz az jobb, mint ennek az Aegean Runnernek a 15-ös charge bónusza, aki ugye nem is írja el játék, hogy nagyon jó a charge-ban. Ő is light, experts in flanking, swift-footed, a special missile weapon. Már is ment egy extra missile. Tehát ő alapvetően kardos, viszont emellett tud dárdát dobni. Shoot while moving. Flanking attack improved neki is. Range elég nagy, viszonylag. Az ammunition nagyon kevés. Nagyon-nagyon gyorsan kifogy, gyakorlatilag futás közben eldob pár láncset, aztán az annyi is volt. Missile damage elég kevés, viszont armor piercing, úgyhogy ez pozitívum. A damage-e közelharcban egész jó, a defense-e az már annyira nem. Mindig elfelejtem, mi a különbség a melee attack és a damage között. Damage caused by units, weapons, split between base and armor piercing. Ez a sebesség. Nem, bocsánat, a melee attack az a esély arra, hogy eltalálja.
Ez az esély arra, hogy sikerül ütni az ütéssel, ez pedig, hogyha sikerül az ütés, akkor beviszi a sebzést. Ez nem túl magas egyébként szerintem, ez a melléötek, mindegy. Sebesség, oké, okay, morál, oké, okay, armor, shielded, oké. Okay. Következő, Pelagic Thessalonian Medium, Two-Handed Spearman, Experts in Flanking, megint csak Excellent, Excellent in Charge, és Stalk. Mit tud ő? Morál az eddigieknél legmagasabb, de nyilván ez magasabb szintű egység is. A charge bónusz az majdnem olyan, mint ennek az egységnek volt, ugye 32 versus 38, ahhoz képest, hogy ez egy advanced egység. Damage, oké, okay, melé, tehát például a melléjetek már elég használható. Speed, jó, ez egy jó mid-tier egységnek tűnik. Aztán van egy Meridionian Swordsman, Medium, Immune to Flanking, Sword, Immune to Flanking, wow. Shield és Unbreakable, wow. És ez az Unbreakable-höz jön még 85 morál. Ezt a Myrmidon Swordsman-t ezt sokat fogok használni, úgy érzem. Ráadásul extra missile damage-re rendelkezik, még kevesebb amúval, mint az előző, de armor piercing és jó csatakezdés az, hogy bedob pár olyat az ellenség közé. A speed nem igazi, de szerintem úgyis az a központilag fogjuk használni, tehát az egész sorének a közepén, hogy felfogja a sebzést, a szembejövő sebzést. Ez volt a Myrmidon Swordsman, aztán jön a Spear Fighting Myrmidon, ami ugyanez, csak Spearmanként. Ez is resistant to flanking, shielded can switch weapons, ez hasznos lehet, és szintén unbreakable. Gyakorlatilag ezekkel a két Myrmidon fajtával szerintem fel tudjuk majd tölteni a seregünket, hiszen az egyik középen tud menni, a másik pedig két szélen. Charge bónusz az mondjuk szánalmas, it's fine, a range sem túl jó, de nem is kell ahhoz a két ammóhoz, amivel rendelkezik, vagy kettő értéknyi ammó. Moral armor speed, többi mint hasonló. Immune to psychology, az előző is. Ez még annyit tud, hogy flanking attack improved és stalk. Itt jönnek ezek az extra tulajdonságok, hogy immune to psychology, igen. Unbreakable erről volt, szó, flanking attack improved, ez ugyanaz. És végül nem utolsó sorban egy Aegean Javelin Man, ami light, shielded, armor piercing és swift footed. Ez egy extra javelin, nulla charge bónusza gyakorlatilag. Nagyon kicsi range-el, tehát ez tényleg hasznos, mikor közelről ugye második sorból dobálni a dárdákat. Morál nem túl jó, bár nem is olyan rossz. Armor nagyon rossz. A speed decens, melléjöttek nagyon rossz, melléjöttek ez nagyon rossz. Damage az jó, de ugye nekem a missile damage kéne inkább. És a missile damage az 54-es, én nekem ez nem annyira tetszik, valószínűleg ez egy ilyen közepes, vagy ez egy olcsó egység lesz. Na! Mély elemzés, kérem szépen, már is megvolt. Elégedett vagyok ezzel a Rusterrel, vagy Roosterrel. Ruster, azt hiszem. Rooster? A Rooster az a kakas. Ez a két Myrmidon, ezek nagyon nagy cél lesz, hogy ezeket le tudjuk gyártani, lehető leghamarabb, és berakjuk őket a seregünkbe. Maga a hős, Achilleus, akinek ugye az az eposzi jelzője, hogy gyors léptű, vagy fürge léptű. Peleus and Tethysnek a fia, plusz 4 melléötek minden egységnek, mikor támadunk, és mínusz 5% morál az ellenséges egységnek az ellenséges provinciában. Érdekes. Nehézség normál, battle difficulty normál, és egyébként time of day setting normal cycle, 60 perces csaták, és ennyi. Na, hát egy 10 perces felvezetés után kezdjük is neki ennek, és jöjjenek a cinematikok. Are we mere playthings of the gods? Or do we plead divine influence to justify our foolish choices? He's taken her! He's taken my wife! You've risked the safety of Troy. Troy is my home now. You have my oath, brother. She will be returned to you. Brother, I can fight! Go, seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. Thank you.
Ellen's flight was a grave wound to Achaean pride. King Menelaus will have his revenge. And his brother will have his war with Troy, just as the gods intended. Oh, swift-footed Achilles, there is only one response to Queen Helen's abduction, and that is war. Brother, your foolish passion has doomed us. King Agamemnon of high-walled Mycenae must avenge this insult to his brother. You are the ultimate warrior, king of Theia, and commander of the Myrmidons. Glory in battle is my god-given fate. Your ally, King Lycomedes, rules the Isle of Scyros. As a boy, you were sheltered in Lycomedes' court on your father's command. Now you must protect the old king in turn. Heed both threats from enemies like the Elopeans and opportunities that come your way through friends such as prosperous King Oeleus and his son Ajax the Lesser. The independent Thessalians could be a bulwark for your western flank. Keep your courage, lion-hearted Achilles, for you know well that fortune favors the bold. Hát akkor, akinek nem lett volna egyértelmű, most többször is elmondták, hogy mi a tétje a háborúnak. És vagy elmondom harmadszor is, hát ha valakinek mindig nem lenne egyértelmű. A Menelaos királyunk, aki itt lakik, őnek volt egy felesége, Heléné, ezt a mission is, ez tök jó, csak hagyd nézem a dolgokat. Szóval itt volt a Heléné, az ő felesége, igen, és Menelaos testvére Agamemnon, aki pedig itt lakik, itt. És a trójaiak, akik pedig itt vannak, fogták és flup, egész pontosan Paris fogta és elvitte Helénét magával Trójába, ahol Priam király uralkodik, és az ő két fia, Paris és Hector. És ezt nem mondja, hogy annyiban Menelaos, szóval fogja és összehozza a bandát, és szól a testvérének, hogy oda kéne menni és szétverni arcokat, és nekünk is majd idővel szólni fog. Odysseus pedig itt van, ő még a résztvevő az egész sztorinak, illetve itt van Enyas, ő pedig itt lakik, és itt pedig az utolsó, aki nekem úgy teszem a neve, a trójai frakciók közül az utolsó. Ha pedig a saját területünkre nézünk, akkor egyrészt van ez a How to Play, ez már megvan, és a Defeat the Enemy szokásos mission, 250 kaja, 80 bronz jár majd érte. Mindig elfelejtem beadni a Royal Decree-t, úgyhogy most kezdjük azzal, és érdemes szerintem fával kezdeni, mert az az, amire leghamarabb szükségünk lesz az építkezésekhez. Oké, okay, Alusban tudok már most valamit építeni? Nem nagyon esetleg egy ilyen fruktóriát, ami később ad nekünk a Light Swordsman-t. Hol vannak azok az egységek, amiket annyira szeretnék? Ezek azok? Thessalian Marines. Igen, ilyen Runners. Aha, ezek itt vannak. Thessalian Marines. Nem, az nem az. Itt van. A legmagasabb fokon, ötös szinten jönnek majd a Myrmidonok. Hát addig ki kell húzni valamivel. Kérdés, hogy mivel fogjuk tudni kihúzni. A különleges egységeink ugye annyira nem menőek. Most még. Szó-szó. Okay, ennek fényében viszont én azt mondom, hogy majd egy ilyet kell építeni, viszont először majd ezt a chaint fel kell hozzá upgrade-elni. Ott még nem járunk. Úgyhogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk egy sima Logos tenccel indítani, hogy legyen fa. És az istenekhez is szeretnék beszélni. Méghozzá Áreshoz. És egy hekatombbal, ami, ha jól tudom, akkor állatáldozat. De javítsatok ki, hogyha tévedek. Van a prayer, ami vagy bejön, vagy nem. És van a hekatomb. A prayer az a következő körtől működik ráadásul csak. És aranyba kerül. És ezzel Ares feljött erre a szintre, respected szintre, ami elvileg ad nekünk plusz 20% morált,
a Sword és Axe unitokra. Van-e nekünk Sword unitunk jelenleg? Meg, miből áll a sereg? Van ugye Achilleus. Van egy Champions of Ftia, ami... Hát jó a damage-e. Nem, az attakja meg közepes. Szóval amikor ez beviszi az ütést, akkor az üt. Aztán van nekünk egy EGI Runner. Ezt már néztük korábban, mert ez különleges egység. Arcvonal tekintetében van a Light Swordsman. Jó morál, nagyon-nagyon nem túl jó attack és damage. Van a Young Spear, ami... Hát, ezt hagyjuk is. És van az égenén Javelin Man. Hát, jó, oké. Tudnék lehívni egységet, de akkor nem tudok lépni. Mert pedig ebben a körben meg kell vernem ezt a bácsit. Az az érdekessége ennek, hogy most 6 versus 9 lesz, és hogyha oda megyek, akkor viszont a játék egyértelműen azt mondja, hogy én vagyok az, aki mindenki arcát is szét fogja verni. Ó, nem is annyira egyértelműen. Ez múltkor, mintha egyértelmű lett volna. Na mindegy, megpróbáljuk megnyerni, bár ugye a számok nem nekem kedveznek, és az a helyzet, hogy például flankelős egységem nem is nagyon van. Flanking Defense, Unbreakable. Ez a Champion of Titia, ez segíthet. Flanking Attack. Ah, itt van egy jó flanking. Ez is Flanking Attack? Ó, hát csak van itt mit keresni, csak nagyon nehéz lesz flankelni úgy az ellenséget, hogy az arcvonaluk az övé, az ő arcvonaluk szélesebb. Úgyhogy, ja, fun. Amiről még nem beszéltem, hogy Achilleus eléggé nagy állat. Szóval nagyon jól tud harcolni. Ez talán segíthet ebben. Mi támadunk, ami oké, legyen. Így, hát próbálj meg így neki menni a dolgoknak. A két flankelős, az két oldalra kell. Resistance to flanking. Na például, tehát például most pont rosszul vagytok szerintem. Flanking defense. Flanking attack. Tehát akkor ezeket kell. Ezt kell oldalra. Ja. Pont fordítva raktam, mint ahogy kéne. Olyan okos. Vagy nem? Most én cseréltem föl. Na mindegy, valahogy így kéne felállni, srácok. Ezt tartjátok a formációt? Nagyon adnám. Aha, csak rossz irányba néztek. Így, ez így. Oké, és... Ja, és ott van az ellenség. Megvannak. Na, hogyha ide felállunk, akkor elvileg tudok védekezni, úgyhogy ne tudjanak flankelni. Hiszen itt nem tudnak átmenni. Igaz? Ja, ott nem tudnak átmenni. Kicsit kedvezhet nekünk ez a csatamező. A missile damage az valószínűleg elég rossz lesz. Oké. Szóval... Az a baj, nekünk kell támadni. És az ellenségi a high ground. Mi lenne, ha megpróbálnánk itt megkerülni? Megtehetjük ezt? Nyilván fáradnak tőle az egységek. De attól is fáradnak, hogyha felfelé kell harcolni. Tehát felfelé kell menni. Mennyire messzire tudsz előni? Hát... Akár még ide is felállhatunk. Próbálj meg oda felállni. Szerintem pont... De pont fogják tudni lőni. Franc. Nem vagy, megpróbálom ide felállni. És akkor végül is miénk lesz a high ground. Csak kérdés, hogy ő letámad-e. Ha logikus és okos, akkor le fog támadni. Ha nem logikus és buta, akkor meg nem. Mert akkor viszont kb. Azonos szinten leszünk. Mondjuk még így is övék a high ground. Ezt azért hozzá kell tenni. Ha innen jönnénk, akkor is az övék lenne. Ezért csak, tudjátok, simán lejtőn felfelé kell, vagy emelkedőn felfelé kéne küzdeni. Jó, most el tudják kezdeni lőni az ellenség. El tudják kezdeni lőni az egységeimet, sajnos. Achilleus... ...nak nem is néztük a statjait. Nagyon jó a morál, nyilván. Damage 1353. Most összehasonlításképpen egy másik hősnek a damage-e 1050. Ó, viszont távolsági maga a hős. Para. Na mindegy, mindenki is sorakozzon fel, addig tűrjük az ütést, meg a mindent. És aztán szerintem támadhatunk is. Mert jobb ötletem nincsen. Muszáj vagyunk előre menni. Most jól vannak a flankelősök? Vagy megint visszaállt rosszra?
Szerintem megint visszaállt rosszra. Ja, olyan van ott, aki oldalt, aki nem tud jól flankelni. Akkor viszont ki kell őket cserélni. Tehát ti jöttök ide. Ti jöttök ide. Flanking attack. Inkább ez, tehát ez maradjon meg így. Méghozzá azért, mert ennek van flanking defense-e. És akkor az a remény, hogy amikor majd innen flankelnek, akkor ezt fogjuk tudni tartani. Oké, ütik a hősömet. Charge bónusz, speed bónusz, mindegyiket lehet beadni. Na, jó lesz. És akkor Achilleus rögtön rá is küldöm az ellenséges hősre. Ezt én fogunk innen kijönni. Ez pedig ide be. És akkor tartani szépen a vonalakat. Ez a feladat. Aha, most pont nem jó. Bár így jó. Nézzétek csak. Be tudjuk flankelni őket onnan. És ez nagyon le fog esni a moráljuk tőle. Literálisan semmit nem csökkent a morál. Oké, mindegy is. Most itt talán valamennyit. Ti lőttök? Nagyon, nagyon veszítjük el a morált. Nem is tudom, hogy lehetne ezt jól csinálni. Nyilván ezekkel kell átmenni. Azt kéne, hogy ezek megtörjenek. Meg azt kéne, hogy Achilleus megnyeri a párbaját. Ha látnám, hogy hogy álltok. Hát nem jól. Amúgy nem jól. Ezt nem is értem. Jó, azok menekülnek, ami azt jelenti, hogy tudunk, be tudunk jönni segíteni ezekkel. Főleg olyanok, akiknek a flankingje nagyon jó. Az nem ti vagytok, hanem ti. Nem, ti vagytok. Ti vagytok az extra flankeléssel. Gyertek, gyertek, gyertek. Úgy, jó. Azokat is megtörtük? Vagy megtörjük? Most már mindjárt. Ezeket megpróbálom hátba támadni. Jó, azokat megtörtük. Nagyszerű. Le kell jönnötök megvédeni a skirmishereinket, vagy a javelinjainkat. Spearman versus Swordsman. Elvileg ennek is működnie kell. És mindenki fut. Wow. Nem tudom, mi történt, de mindenkinek elfogyott a morálja. Legyőztük az ellenség hősét? Hol az ellenség hőse? Meghalt? Mert nem szólt róla a játék, hogy meghalt volna. Pedig nagyon úgy tűnik, hogy meghalt. Mi történt? Ti látjátok futni valahol? Ja, ott van. Ups. És nem halt meg. Harcolnak tovább. Goddammit. Jó, itt ugye egy hátba támadás. Az szép lesz. Ettől elkezdi az összes morált elveszíteni, és ezek ilyen young spear-ek, tehát gyakorlatilag semmit nem érnek. És a javelinokkal pedig oda kéne állni. Na most kell okosnak lenni, mert elkezdte megint összeszedni magát az ellenség. Például ilyet nem kéne csinálni, hanem helyette arcba kapni az ellenséget. Gyere, és onnan próbáld meg lőni. Nincs még ez megnyerve ám. Viszont az ellenség hősét mindenképpen meg kéne ölni. Jó, ti nem csináltok semmit, igaz? Gyertek el erre. Achilleusot megvédi a mindenkit is, úgyhogy ti gyöngottan flankelhettek. Ez itt ellenség, arra figyelni kell nagyon. Oh, no. Hát nem tudom, ti kivel harcoltok, aki ennyire összetöri a szíveteket. Achilleus ténylegesen megvédi ott az, akit mondtam, hogy meg fog védeni, vagy nem? Mert úgy tűnik, hogy nem. Ezek menekülnek, az jó. És megnyertük. Viszont a hős meg kéne ölni. Hol a hős? Mindig elveszítem a hőst. Nem is értem. Mert hogy különben ezzel a sereggel harcolhatunk még egyszer. Hogyha a hős nem hal meg. Mondjuk valószínűleg akkor is. Mert szólni kéne a játéknak, hogyha meghal a hős, de én nem látom, hogy ez megtörtént volna. Anyway, megvan az első csata győzelmünk. Az AGN Runner-ök azok így
Hát elszenvedtek némi veszteséget, de ettől függetlenül nem volt rossz csata, főleg, hogy amúgy jelentősen túlerőben volt az ellenség szerintem. Ja, kétszeres túlerő. Hát a flankingek azok jól bejöttek. Sokat fogom mondani azt, hogy flanking ebben a sorozatban, úgyhogy ha esetleg tudtok rá egy szép magyar kifejezést, azon nem, tehát nem az, hogy oldalba támadás, vagy oldalba kapás, akkor írjátok meg kommentben, mert értékelném. Legyőztük az ellenséget, kaptunk egy csomó nyersanyagot, több okból is, és úgy látom, hogy meghalt, csak meghalt a hős, és még ami ennél is fontosabb, hogy nem, ennél nincs semmi fontosabb. Visszatérünk a városunkba, ott ugye gyógyulunk, majd ezt megpróbáljuk bevenni, viszont ahhoz kellenek újabb egységek, úgyhogy már hozom is le őket. Ezek a sima egységek, azt hiszem többé-kevésbé... úgyhogy még nem tudunk különlegeset lehozni. Semmi különleges egység nem áll a rendelkezésünkre. Na, viszont ezt a következő részre hagyom. Köszönöm szépen a figyelmet. Innen folytatjuk a következő epizódban. Nem egy hét múlva, hanem azt hiszem, hogy kedden. Talán kedd a Total War nap. Találkozunk akkor. Sziasztok!